Hamarosan kezdődik a birkózó Európa-bajnokság, ahol bőven lesz kikért szorítani. Az egyik ilyen versenyzőnk Szőke Alex, aki a magyar birkózósport egyik legnagyobb reménységévé vált. Olimpiai 5. helyezett birkózónkon már gyerekkorában látszott, hogy a küzdősportban lesz a jövője, ennek pedig néha a bátyja látta kárát. Focival kezdtem és párhuzamosan csináltam ezt a kettőt, csak ugye a tanulás rovására ment, hogy ennyit edzek, így a szülőknek az iskolában mondták, hogy el kell dönteni, hogy melyik sportág mellett van, mert ilyen fiatalon ennyi minden nem lehet csinálni, és akkor a birkózás mellett döntöttem. Azért, mert nagyon rossz kisfiú voltam, és állandóan mozogtam, állandóan jöttem, mentem, a bátyámat is egy-két évesen vasautóval vertem a fejét, úgyhogy tényleg emiatt döntöttem azt, hogy nekem itt kell lenni. Na de mi jellemző Alex birkózására? Nekem inkább az erő és a kondimmal dominálok, és ez jellemző. Nyilván vannak technikák, amiket végre tudok hajtani, de inkább az erő és a kondim, ami dominál. Szabad idejét is aktívan tölti, és kiderült, hogy nem csak a birkózáshoz van tehetsége. Szabad időmben, ha van rá lehetőség, akkor a családdal elmegyünk egy közös ebédre, vacsorára, vagy akár otthon társasozunk együtt. Nagyon szeretem az activity-t és a tabut. Frappány szavakkal tudom kiegészíteni ugye a tabut, ugye vannak szavak, amiket nem lehet kimondani, úgyhogy ez a kettő, ami nagyon-nagyon jó megy, vagy a barátokkal esetleg kikapcsolódni, szórakozni, elmenni. A bátyámnak szoktam nagyon sokszor segíteni, mert ugye is sportoló és a motorját szereljük együtt, úgyhogy nem üresek a hétköznapjaim a sport mellett se.